Hare Krishna. Sziasztok, kedves barátaim! Üdvözlöm benneteket! Folytatjuk az áldozat témát, ma pedig szeretnék nektek mesélni. Lesz még egy videónk, ahol elmesélek a legfontosabb áldozatról. Ma beszélek a vasztóról, mert mindenki lakik egy házba, egy lakásba, és szeretne jó érezni magát, szeretne, hogy jó legyen a kapcsolat, pénzügyileg legyen minden rendben, és legyen egészséges, és sikeres az ember, és védikus írások ajánlanak megtenni olyan kedvező lépéseket, ami a lakás, az otthonát teljesen kedvezővé teszi arra, hogy legyek egészséges, legyen jó pénzügyem, legyenek jók a kapcsolataim. Úgy hívják ezt az áldozatot, hogy Vastu Puja. A házunk, amikor fel van építve, vagy mi csak megvásároljunk, általában ott mindenféle energiák vannak negatív általában többször, szellemek vannak, és akkor valamikor rossz irányba van tájolva a falak, az ablak, akkor az ajtó, annyi sok minden van, ami megzavarja, vagy kedvezőtlené teszi a mi életünket. Erről én részletesen mesélek már egy néhány előadásban, hogy működik a tájolás, és miért, és hol fontos legyen az ablak, hol legyen a bejárat, hol legyen mondjuk a fürdő, a konyha, ezeket már mesélek. Most nézzétek meg felvételeket, amit tavaly csináltunk, és utána folytatom. Ahogy látjátok, van, sokszor elmegyünk valakinek a házába, a lakásába, meghívnak, és akkor ott végzünk ilyen áldozatokat. Hihetetlen, hogy mennyire minden rögtön változik. Majd láthatjátok, Csehországban, amikor voltunk, ott egy nagyon különleges élményem volt. Amúgy mindenhol élmények vannak az áldozatokról. Az egyik az, amikor Csehországban voltunk egyik faluban, és ott ők hívták engem, azt mondták, olyan rosszul vagyunk, már nem tudjunk tovább itt létezni ebbe a házba, kérlek, gyere el, csináljunk valamit. És mondták, a kisfiunk nem tud aludni. És elmentünk oda, nagyon szép új ház, de annyira rossz érzés volt, én is itt kész voltam tőle. Előző este megérkeztünk, és nagyon, nagyon negatív volt. Ilyen nagy nyomás van a tudatodra, nagyon-nagyon-nagyon rossz hangulat, rossz kedvet csinál neked. És másnap reggel elkezdtünk felkészülni. Lényeg, hogy az áldozat után mi összeültünk és beszéltünk, és mindenki észrevette és megjegyezte, amikor elkezdtünk felkészülni, már az előkészületeken megváltozott, hihetetlenül megváltozott az egész hangulat, az egész atmoszféra. És amikor befejeztünk az áldozatot, azóta békeség van. Ez volt pár év ezelőtt, ugyanakkor tavaly voltam a Hemanginál, biztos sokan ismertek a Hemangit, aki híres magyarországi szakács, neki van nagyon jó könyvei. Nála voltunk a házába, ott is tartottunk, ott is nagyon megváltozott az egész hangulat a lakásának, a házának.
utána elmentünk, nem tudom, tegyitek lájkukat, nem, szívecskéket, aki ismeri a Vegafutárt. A Vegafutárnak a vezetőnél voltunk, és őnála már létezni, ő azt mondta, nem tud létezni. Olyan a helyzet volt a házában, a lakásában. És akkor eljöttünk, és csináltunk tőzáldozatot, utána rá szerintem egy pár hét múlva felhívott, és azt mondta, ha nem csak az ő lakások megváltozott, ez egy emeletes panelház, hanem az egész házban megváltoztak a dolgok, ott volt ilyen sok negatív szomszéd, meg annyira rossz volt, hogy ő már nem tudta egészségileg létezni, annyira megviselte. És utána felhívta, és nem tudom, egy negyed órát mesélte, hogy mennyire megváltozott az egész. Ugyanakkor náluk a cégben is voltunk. A Vegafutáron, neki konyhájuk van Kaposváron, ott csináltunk tűzáldozatot, akkor a Budapesten az irodájában is csináltunk tűzáldozatot, utána a lakásában. Nagyon sok működik. Még egy ilyen utolsó titkos dolgot elmesélek. Van egy ismerős ingatlanos, és ő felhívta engem telefonon, azt mondja, hogy figyelj, itt van egy, hát ilyen úgy 3-4 emeletes ház, azt mondja, mert több mint 10 éven keresztül árulok, nem tudok eladni. Csináljunk valamit. Na, jöttünk, igen, nagyon ilyen, az is ilyen negatív nyomás volt a házba, bejössz, és akkor így nem akar, ki akarsz menekülni onnan. Megcsináltunk egy-két ceremóniát, és egy hónap múlva újra vele találkozok, és mondom, na, mi van, hogy van? Azt mondja, eladtam. Szóval így ez a vásztó. Nagyon érdekesen működnek a dolgok, és ez egy áldozat, amelyikről most nektek meséltem, több videóban vannak részletek, hogy hogy működik és miért működik. Én pedig most elbúcsúzok, de még lesz a legfontosabb áldozatról egy videóm. Rendben, köszönöm szépen. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, és a csengő gombot is nyomjátok meg, addig is be legyitek boldogok. Hare Krishna! Hare Krishna!